Sűrű, gomolygó füst, gyorsan terjedő lángok, mintegy 30 hektáron égett a nádas, bozótos terület Kemecse külterületén hétfőn délelőtt. A kiterjedt füstfelhőt már Nyíregyházáról is látni lehetett. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói több járművel érkeztek a helyszínre. A pontos oka ugye egyelőre még nem tisztázódott, de elmondható, hogy a szabadtéri tüzek 99%-a valamilyen emberi tevékenységre, gondatlanságra, mulasztásra vezethető vissza. Akár mondjuk kerti zöld hulladék égetés, vagy egy eldobott cigarettacsik hatalmas területű lángokat tud okozni. A nádas, valamint az erdős területek aljnövényzete itt teljesen leégett. A természeti értékek pusztulása mellett súlyos környezetvédelmi, közegészségügyi problémát is okoznak a szabadtéri tüzek. Idén egyre többször hívják hasonló esetekhez megyénk tűzoltóit, a számok pedig riasztóak. Idén március 28-áig több mint 540 olyan szabadtéri tűz keletkezett, ahol szükséges volt a tűzoltó egységek beavatkozására. Több mint 1200 hektárnyi terület égett le. Az egyik legnagyobb tűz február végén Geszterét külterületén pusztított, de az elmúlt napokban 50-50-50 hektáros tüzek keletkeztek például Levelek környékén, Kemecse környékén, tehát kérjük a nézőket, a lakosságot, hogy legyenek tekintettel a tűzgyújtási tilalomra, és hogyha belterületi ingatlanon szeretnének égetni, akkor elsősorban tájékozódjanak az önkormányzatnál, hogy van-e erre vonatkozó rendelete az önkormányzatnak, lehet-e égetni, és ha igen, egyáltalán mikor, hogyan. Ez pedig már Demecser. A 30 hektárnyi szabad terület mellett két könnyű szerkezetes épület és az azokban tárolt alapanyagok, valamint az udvaron lévő cérnabálák is égtek vasárnap délután. A helyszínre a demecseri önkéntes tűzoltókat követően nyíregyházi, nyírbátori, kisvárdai, mátészalkai és záhonyi hivatásos tűzoltók is érkeztek. Az utómunkálatok hétfő reggelig tartottak. A csapadék hiányos napos időjárás miatt teljesen kiszáradt a talaj és a növényzet. A mostani erős szél miatt ráadásul még gyorsabban terjednek a lángok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében február 26-ától van érvényben tűzgyújtási tilalom. A parlag és a gazégetés is tiltott, valamint a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók. Az érvényben lévő tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.